pszichiátria rongyok. Amikor én megkérdezem tőle, hogy drága gyere, ez micsoda? Hát mert az ő, tudod, ez a szent fallosztod, mert az ő farka, mit ez? Ez a récekergető, ez a libanyomorító. Hát fi ember, kint sincs, bent sincs, hol van, mit akarsz te ezzel? Őrület. Rihe rongyok. És akkor jön a pincér, és oda rá van írva az arcára, hogy mi nem rohadsz meg, hogy bejöttél ide engem piszkálni, és most itt kell állni, és a büdös gyökér, és most föl kell vennem a rendelést, és mit. Tehát nem mond ő semmit, érted? Meg se nyíl, érted? Ott áll melletted kőarccal, és akkor azt várom, érted, hogy most akkor a villát fogja belém vágni, vagy... Mert hogy látom az arcán, hogy a pokolba kíván. Rihe rongyok. Mit csinál az ember? Keres egy eladót. Igen, nem csak, hogy bemész, érted, és megkérdezel valamit. Úgy lebasznak, hogy azt se tudod, merre vagy arccal, az egy dolog. És utána jön a kioktatás, hogy te milyen hülye vagy, mekkora hülye vagy, hogy te itt keresed, de itt. Rihe rongyok. Hogy kell csajozni? Oda kell menni a kinézett hölgyhöz, és meg kell tőle kérdezni, hogy hello, érdemes veled megismerkedni? Hát ez... Hát ha így kezded, Béluka, akkor haladjál. Hát mit akarsz tőlem, te birkagyú? Rihe rongyok. Álom szépek a lányaink. Okosak, ügyesek, fejlődőképesek. De ki az a hülye, aki ezt elhiszi? Akkor vagy nyerő, ha kurva vagy, semmilyen más esélyed nincs, mert most már csak a kurváké a világ. Rihe rongyok. Mert ha vékony, az a baj. Ha van rajta egy kis husika, akkor az a baj. Ha úgy néz ki, mint én, akkor azonnal ugaljon a tizedikről, érted, mert nincs joga élni. Hát, na, szóval el lehet menni a büdös francba, szóval ez akkora marhaság, undorító és gusztustalan. Menjetek a büdös francba. Rihe rongyok. Öregedni képtelen, vén, szottyos, rihe rongyok. Telepofával röhög, tudod, ez a háha, tudod, hogy látszanak a fogak, majd egyszer csak látsz egy fotót, amin a mosoly úgy néz ki, hogy a kutya beveszi, fölfordul, rihe rongyok. A férfi boldogságra vágyik. A férfi biztonságos kapcsolatra vágyik. Férfi ki akarja elégíteni az igényeit. Kedvességre vágyik, hűségre vágyik, gondoskodásra vágyik. A férfi építeni szeretne. A férfi szexet akar. A férfi figyelemre vágyik. Na hát, de én is úgy akarok élni. Nekem is ez. Hát nekem is az kell. Hát nekem is ez jár. Igen, nekem is jár. Rihe rongyok. Minél közelebb van a Szenteste, annál idegbetegebb mindenki. Megvesszük az ülőgarnitúrát, a mosogatógépet, a hitelre. Szóval kész, tehát nekem végem van, mint a botnak. Rihe rongyok. Ha gyereked van, akkor azért szültél, hogy legyen kin uralkodni. Ha nincs gyereked, akkor egy egoista állat vagy. Ha mondjuk valaki kevesebben dolgozik, akkor az, hogy ő ingyen élő, érted, akkor mert csak 8 órát dolgozik. Ha elmész nyaralni, akkor hogy rázza a rongyot? Ha nem mész nyaralni, mert mondjuk sporra, akkor téged semmi nem érdekel. Ha mondjuk nézel egy sorozatot, akkor agymosott vagy. Ha nem nézel sorozatot, ugye a tévében, akkor antiszociális vagy. Hát ez mi? Mi lett belőlünk? Tehát magából az emberből mi lett? Thank you.